Arról van szó, tisztelt nézőink, hogy a szaktanácsadó véleménye szerint az Egri Eszterházy Károly Főiskola 2004-től készen áll az unióba lépésre. Setényi János megfogalmazása szerint az intézménynek évek óta stabil, dinamikus vezetése volt, és igen jól sikerült az elmélet átültetése a gyakorlatban. A témában stúdió vendégünk dr. Koncsos Ferenc főtitkár úr, az egyes minőségi kör koordinátora, akik foglalkoztak ezzel a témával is. Tulajdonképpen főtitkár úr, miért van szükség erre az új minőségirányítási rendszerre? Mi történt ez idáig? Legszívesebben egy személyes élménnyel kezdeném ezt a beszélgetést. Én a 70-es évek elején voltam a főiskola hallgatója, és akkor ez egy családias intézmény volt, egy nagyon jó átlátható szerkezettel. Mindenki tudta, hogy mi a dolga, kihez kell fordulni bizonyos esetekben. Azóta eltelt 30 év, és amikor én 1999-ben 21 év oktatói munka után a főiskola főtitkára lettem, akkor nagyon szomorúan vettem tudomásul, hogy a főiskola működésének csak egy részét ismerem, és azt a részét, amit nem ismertem, nagyon nagy nehézségekkel tudtam csak megismerni. Ezért én nagyon elkötelezett híve vagyok a minőségirányítási rendszernek. Természetesen nem ezért kerül bevezetésre nálunk, hanem a 2001-ben elkészített főiskolai intézményfejlesztési tervben egy fontos feladat volt annak a meghatározása, hogy dolgozzuk ki a főiskola minőségirányítási rendszerét. Ez egybevág az Oktatási Minisztérium és a Magyar Akkreditációs Bizottság ajánlásaiban foglalt követelményekkel is, miszerint minden felsőoktatási intézménynek ki kell dolgozni a minőségirányítási rendszerét. Önök több csoportban dolgoznak ezen. Milyen csoportok mind dolgoztak idáig? Az egész rendszer kiépítésének a munkálatai úgy kezdődtek, hogy a Humán Expanzió tanácsadó Kft. Szakértői eljöttek hozzánk, és napokig kérdezgették a főiskola vezetőit arról, hogy mi hogyan működik, és ezután készítettek egy jelentést arról, hogy mi az, ami jól szabályozott tevékenység, mi az, ahol változtatásokra, javításokra van szükség, és melyek azok a tevékenységek, amelyek nem voltak eddig szabályozva. És miután ez kiderült, azután a főiskolán, a főiskola vezetőiből és oktatóiból négy minőségi kör alakult, és minden minőségi kör egy-egy fontos tevékenységcsoporttal kezdett el foglalkozni, föltárták a helyzetet, és meghatározták azokat a folyamatokat, amelyeket szabályozni kell ebben a rendszerben. Amikor idáig eljutottunk, akkor a munka egy fontos szakaszához érkeztünk. Ezután el lehetett készíteni az irányítási rendszer legfontosabb dokumentumát, a minőségirányítási kézikönyvet, amit a rektori tanács május elején elfogadott, és nagyon reméljük, hogy június 13-án a főiskolai tanács is elfogad, és ettől kezdve egy új szakasz kezdődik majd a minőségirányítási rendszer kiépítésében. Négy minőségi körről beszéltünk. Van ezeknek külön meghatározása, hogy mi ez a négy kör? Igen, az első minőségi körben a főiskola menedzsmentje dolgozott, a vezetés, értékelés, tervezés folyamatait tekintette át. A második minőségi kör a partnerközpontú működés kérdéseivel foglalkozott, a harmadik minőségi kör az oktatás és kutatás tevékenységeivel, a negyedik körben pedig az oktatást és kutatást kiszolgáló egyéb folyamatok és szolgáltatások kerültek napirendre. Tulajdonképpen úgy foglalhatjuk össze akkor az eddig történteket, hogy kialakult a négy minőségi kör, elkezdték a vizsgálatot, fölmérték a helyzetet, szabályozást fogalmaztak meg, és ebből készült el a kézikönyv. Igen. A minőségirányítási kézikönyv mondhatnánk a rendszernek a quintesszenciája. Ebben röviden minden le van fektetve, ami az egész rendszer működéséhez szükséges. Természetesen ezzel a munkálatok még nem értek véget, mert most még a minőségi körök által kidolgozott folyamatokat a rendszer formai követelményeinek megfelelően kell elkészíteni, és ezzel párhuzamosan készül a bevezetési ütemterv, amelynek az első része 2003. szeptemberében kezdődik, és egy akadémiai éven keresztül tart, ez a próbaműködtetés éve lesz, amikor kipróbáljuk az új, még eddig nem működtetett eljárásokat. Ezután következik egy jelentés,
amiben megfogalmazzuk a hiányosságokat, ezek pótlása, kiegészítése történik meg, és hát reményeink szerint 2004. decemberére teljes egészében készen leszünk a szabályozással, és 2005. január 1-től teljes egészében működésbe lép a rendszer. Milyen alapvető változásokat hoz ez a minőségirányítási rendszer? Mire számítsanak az itt dolgozók? Ez a rendszer egy rendkívül jó lesz a főiskola működése szempontjából, mert egy teljes körű szabályozást biztosít. Mindenki számára világossá teszi, hogy mi a feladata, kinek mikor, mit, hogyan kell végeznie, és hát arra számítunk, hogy ezzel egyrészt tehát mindenkinek a felelős tevékenysége jobban nyomon követhető lesz, és hát végeredményben a végső célunk az, hogy olyan diplomákat adjunk ki, amelyek a világ bármely országában megfelelnek, elfogadottak. Úgy fogalmaztunk, hogy kísérleti év kezdődik szeptembertől. Mit jelent ez a gyakorlatban a kísérlet? Tehát ha valaki nem felel meg ennek a rendszernek, akkor annak azt mondják, hogy kérem szépen e felé egy kicsit igyekezzen már többet tenni, vagy azt mondják, hogy hát be van vezetve a rendszer, akkor most kapsz egy fegyelmit, vagy eltanácsolunk, vagy egyáltalán hogyan szankcionál, vagy van-e egyáltalán ilyen, hogy szankcionálás? Nem egészen erről lesz szó ebben az első évben, hanem itt maga a minőségirányítási rendszer is mondhatnánk egy kísérlet, mert aki ismerős ebben a témában, az tudja, hogy a termelő üzemekben kétféle minőségirányítási rendszert használnak. Ez vagy az ISO rendszer, vagy a TQM rendszer, de ez kimondottan a termelő üzemekre kidolgozott rendszer. A felsőoktatásban nincs még nagyon jól működő rendszer, tehát mondhatnánk, hogy ez egy maga is egy újító kísérlet, hogy hogyan lehet a felsőoktatásban megoldani a teljes körű minőségirányítási rendszert, mert az akadémiai tevékenységre, az oktatásra, a kutatásra nincsen ilyen szabályozottság. Ezek szerint önöknek minta se volt, ami alapján dolgozzanak. Magyarországon ilyen még nem volt, nem került bevezetésre. Volt-e esetleg európai minta, vagy honnan merítettek? Hát nincs Magyarországon minta, és hát azt mondhatnám, hogy Európában sincs egy általában elfogadott minta. Ezt mi magunk dolgoztuk ki a szaktanácsadók segítségével, és hát reménykedünk benne, hogy jól fog működni. Tehát a próbaműködtetés inkább arra vonatkozik, hogy maga a szabályozás megfelelő-e, hogy az az eredmény lesz-e ennek következtében a tevékenységek végeredménye, amit elterveztünk. Ezek szerint a négy minőségi kör tovább fog dolgozni, és akkor folyamatokat is követi? Igen, a négy minőségi kör tovább fog dolgozni, hiszen a rendszerhez hozzátartozik az állandó felülvizsgálat és az állandó fejlesztés a minőségbiztosításnak. És hát minden folyamatnak kielőjük a gazdáját, aki nyomon fogja kísérni az egyes folyamatokat, és hát reménykedünk abban, hogy egy év múlva olyan tapasztalatok birtokában leszünk, hogy egy teljesen jól működő rendszert tudunk kiépíteni. Koncsas úr, önnek személyesen mi a benyomása, mi a véleménye, ön mit vár ettől a minőségirányítási rendszertől, mit szeretne elérni? Hát én azt várom, hogyha ez a rendszer működésbe lép, akkor én sokkal kevesebb telefont fogok kapni, hogy mondd már meg, hogy ezt hogy és hogy kell csinálni, mert mindenki előveszi a kézikönyvet, és mindenre választ fog kapni, minden problémájára. Bízunk benne, hogy így lesz. Főtitkár úr, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és közreadhattuk ezeket az információkat.